Ezt nézzétek! A francos franc lehet ez. Ez mi lehet? Egyébként az erdőben van. Zofió kiválnak a kővel. Nagy gitartó. Diegek meg felmásztam. László mindjárt benéz. Kicsit mi az út alattom, nézzétek csak. Meg egy patak. Na! Játszunk találós kérdést. Aki megmondja, hogy hol vagyunk, az kap egy Urbex Hungary matricát. Na? Na? Hol vagyunk? Ez egy kőledobó volt. Ott ott a szállítószalag, hogy itt vannak a csúszdáknak a nyomai, a maradványai. Ugye kőosztályzó lehetett itt szerintem. De ezzel tudod, mi a probléma? Mi? Igazság szerint itt nincs tovább, és itt nem tudták a teherautót megtölteni. Itt van még valami betonnak a maradványa. Ez oszlop lehetett. Egy oszlop? Na, így van, Laci. Föltettem egy találós kérdést a nézőknek. Igen. Aki megmondja, hogy hol vagyunk, az kap egy Urbex Hungary matricát. Benne vagy? Benne vagyok. Na. Egyébként annyit, mit tudnék segíteni, amivel nem árulom el a helyet. Itt van a közelben egy olyan hotel, amiről van videónk a csatornán, és viszonylag régen raktuk fel. Hát ez azért segítség, azért kétségtelenül segítség. Ennyit tudtam segíteni, többet nem, ezen nagyon sok mindent elárultam. Na kérem szépen. Nézzük meg, hát ha László leesik, aztán majd lesz valami. Ma már egyszer seggfékelt, és azt fel is vettem. Zsebre dugott kézzel. Ez így is kell. Volt az előző. Na jó van. Na jó, jó, jó. Itt valahogy lemegyünk, és menjünk aztán a kocsihoz, hogy menjünk itt tovább. Most ez egy semmit mondó erdő innentől. Egyébként szemfüles nézők. Vagy akik jártak már erre, azért be tudnák ezt a helyet azonosítani. Nem árulom el, hogy hogyan, de be lehetne. Hop, hop. Itt találtál. Szállítószallag darab. Igen. Igen, Ati meg is találta a bizonyítékot. Na jó van. Ennyi volt. Szerbusztok. Sziasztok.